Üdvözlök mindenkit! Mai videónk témája nem lesz más, mint a port forwarding, avagy a port továbbítás. Pontosabban nem meg fogom mutatni, hogy egy játékban hogyan kell, hanem azt, hogy úgy amúgy hogyan kell, így nem kell játékfüggő tutoriálokat nézni róla. Gyakorlatilag két tűzfal is van. Egyik a gépünkön, a másik meg a routerem. Nagyon fontos tudnivaló egyébként, hogy akármennyire is úgy tűnik, hogy a router az a nagyvilágnak engedi ki, a gép meg a hálózatra, ez egyáltalán nem így van, mert mindkettő nagyvilágra engedi ki, ergo ahhoz, hogy a haverokkal, pontosabban bárkivel, akivel ugyanazon a hálózaton vagy, azzal tudja játszani, ahhoz neked nem kell port forwarding, csak futnia kell és meg legyen a helyi IP cím. Úgyhogy váljunk bele. A legelső, legfontosabb dolog az az, hogy mi kell nekünk. És most itt van előttem egy új böngésző, ahol a mai napon mondjuk most példaképpen mondjuk egy, nem tudom, mondjuk egy Minecraft szervert akarunk megoldani, hogy nálunk fut és mások futnának menni. Na most viszont először tudnunk kell, hogy milyen portok jönnek. És én ezt most például pont tudom, mert a játékot választottam, de ha én nem tudnám, akkor nagyon egyszerű. Szépen mi az, hogy Minecraft és ports. Vagy ha nem pontos akarsz lenni, akkor Minecraft server ports. És tesszük. Itt van. Hát igen, mint látjuk itt, most három portot látunk felsorolva. Viszont ugye jobban menni, akkor lehet látni, hogy itt a Java Editionről van szó. Így már sokkal jobb. Itt meg a Bedrockról. És mindkettőt meg fogom most mutatni, ugyanis ez egy pont egy jó példája annak, ugyan itt most csak két portról van szó, de ezt egy könnyedebb módon meg lehet oldani a legtöbb routernél, úgyhogy váljunk bele. Most kezdjük a tűzfalunkkal, ugyanis az egyik legkönnyebb verzió, ugyanis ez minden Windows eszközön ugyanolyan, itt nem, nincs változás. Oké, szóval, most tudjuk a portot, oldjuk meg, hogy elérhető legyen máshol is. Szóval, ez nem kell más tenni, mint szimplán nyitni egy Windows keresőt, és itt rá kell esni arra, hogy fokozott biztonságú Windows Defender tűzfal. A név eléggé felejthető, de ez a tűzfal. Oké. Itt betölt. Itt látom kettő fontos dolgot, a bejövő és a kimenő szabályok. Na most. Fontos, hogy ezt főleg, ha szerverekről van szó, mindkétszer ki kell nyitni. Ugyanis te kiküldöd a portot, hogy fel tudja más jönni, viszont az vissza fogja küldeni a saját cuccát, ami be fog jönni, úgyhogy ezt kell nyitni. Igen, nekem itt. Na mindegy, úgyhogy kezdjük azzal, hogy adjuk hozzá mondjuk a bejövő szabályhoz, kezdjük a 2565-tel. Hozzáteszem, hogy nagyon fontos tudni való, hogy ez a kettő, ez Bedrock. Szóval a 2565 az Java Editionhöz tökéletes, pontosabban nem használ már, szóval itt rányomunk az új szabályra, kiválasztjuk a portot, és itt megadjuk a port, hogy TCP vagy UDP, ez nekünk tökre mindegy. Legalábbis, na most, hogy TCP vagy UDP, ez tökre mindegy a jelenlegi helyzetben. Ugyanis, mint itt lehet látni, mind a kettő ki kell nyitni a 2565-ös portot. Úgyhogy most csak tovább megyünk. Végig kell nyomkodni, és itt én most meg fogom így adni, hogy
hogy 2566 TCP, csak is azért, hogy lássam. Ugyanis látjátok, hogy én ezt a stílust toltam, ugyanis ezzel meg tudod találni, ha esetleg elektronikus még van itt, ezt gyakran csinálni, nem értem miért. Úgyhogy gyors hozok létre az új szabályunkat, ami tépés lesz, ugye? És tökéletes. Ezzel létrehozok. Oké, most, hogy megvan az ODP és a TCP is, ezt meg fogjuk ismételni kimenő szabálynál is. Úgyhogy szépen választjuk ki. Itt TCP. Jó, és nagyon fontos, hogy itt ne nyomjunk végig, mert itt alapvetően a tiltsa le a kapcsolatot van kiválasztva, mivel ugye ez az alapértelmezett, tehát ez érvényesül akkor is, hogyha bárki más. Ugyanis egy nagyon vicces dolog, hogyha be a bejövő szemekbe hazadod a 80-as portot és letiltod, akkor nem tudsz mindent böngészni. De most lényegtelen, mert nem ezt csináljuk. Szóval szépen hazadjuk a TCP-t, és hozzáadom gyors UDP-ként is. És ugye megint nagyon fontos, hogy ki kell választanunk, hogy engedélyezzük. Oké. Szóval, mint mondtam, ugye nem véletlenül hagytam ki Bedrock portjait, ugyanis ez itt két port, viszont ez igazából itt egy port tartomány, az event egy kötőjel. Ugyanis itt ugyan két portról van szó, ez itt egy port tartomány, meg van határozva, hogy ettől eddig nyissuk ki a portokat, amit mondjuk a switchnél jól lehet látni, hogy ez az 1-től a 65 000-ig nyitja ki a portokat. És igen. Ezt ebben a helyzetben úgy is lehet adni, hogy hazadod ezt a portot, meg ezt a portot, de egyszerűbb, ha ezt egybe csinálod, ami szerencsére nagyon egyszerű. Ugyanis, ha valaki nagyon szemfüles, akkor láthatja, hogy itt vannak a példában, itt szerepel, és itt is 10 portról van szó. És ahelyett, hogy mind a 10 portot hozzáadnád, elég, szóval ide csak szépen berakod, és kiválasztod az UDP-t, és minden gyakorlatilag ugyanaz, ilyen itt TCP-ként nem kell hozzáadni, mert nincs felsorolva, de ez a bedrocké. Ez fontos, hogy ez a bedrocké, ja, jól tudom. Nem tudom, hogy ezt őszintén, jó, hagyjuk inkább ezt az oldalt, én azt mondom, most egy plevesük, hogy Minecraft server ports. Nem, TCP és UDP, igen, akkor inkább bújtaszhatjuk azt az oldalt, ez itt van ilyen 2566. Itt mondjuk nem sorol fel, hogy TCP és UDP, de ez fontos, hogy a legtöbb játéknál mindkettő kell. Úgyhogy őszintén szóval nem tudom, hogy mi a különbség, de mindkettő kell. Oké, most, hogy ezzel megoldunk, most jön a bonyolultabbik része, ami a legnagyobb probléma, ha videókat nézünk, még pedig a különbség. Ugyanis most ezzel nagyon szépen meg vagyunk, viszont most a routerünkön is ki kell nyitni ezeket a portokat. És hát nem ugyanolyan routert használunk, mindegyik router máshogy néz ki, másmilyen kezelőfelülete van, egyeseknek meg rosszabb. Szóval, most mondom nektek a rendes vonalat. Szóval lényegében nyitok egy terminált. Én most ilyen terminált fogok nyitni, ez ne zavarja senkit se össze. Csak egy kereső célnál. És itt szépen meg fogjuk is reggelni, hogy ipconfig. Erre szépen rákerestünk. És itt megkapjuk minden IP-t, ami a gépünkhöz tartozik. Látható, hogy itt elég sok IP-nk van. Valakinek csak egy lesz. Na, a lényeg az, hogy itt nekem 2000 csatlakozó van, de a lényeg, hogy azt kell nézni, aminek van DNS suffixa. Ez azért fontos, mert ez az, amit a szolgáltató volt. Ez a cello.hu, ez most a miénk, és itt van az IP4 adressz. Oké. Nekem ez az IP-m, de te nem ezzel böngészel. És nyilván te
Te ezzel böngészel, csak nem az interneten, hanem a hálózaton belül. Ugyanis nem a gép adja neked az IP címet, hanem a router, pontosabban az internet szolgáltató adja meg. Úgyhogy most jöhet is a lényeg, lépjünk be a routerbe. Amit itt a default két vénél lehet megtenni, ami nem biztos, de elég sok embernél ez lehet. Vagy ez. Mi esetünkben ez. Oké. Okay. Nem a böngésző verziók, nem a evolút a böngésző, csak három jegyű. Legyen gyors, ide belépek. És igen, most lámpádat ki fog tüntetni. Na most. Így van, ha te a Vodafone-os shooter használod, rakd át szakértői módra. Ez nagyon fontos, mert különben nem biztos, hogy mindent látsz. Na most. A lényeg az, hogy neked biztos, hogy nem így fog kinézni a kezelőfelület, ha más routert használsz. De a lényeg az, hogy valamilyen internettel kapcsolatos lényébe be kell lépni, egy hálózat vagy bármi. A lényeg az, hogy nem tudod, hogy hol van, akkor keres rá, akár Google-ön, vagy bármi, hogy a az ott márkai routernél port forwarding hol van, mert én ebben nem tudok segíteni, mert nekem nem olyan routerem van, mint neked. Úgyhogy szépen nekem itt van. Itt, itt szépen fel van sorolva pár dolog, ahogy láttam. Na mindegy. Pont itt a Minecraft, nem bagyos. Eltüntetjük, mert nincs itt. Most alkalmazom, miatt még pár probléma történik. Na igen, nekem itt látja, hogy itt van IPv cím. Ez az, amit nekem ad a szolgáltató. Szóval, lényegtelen, hogy mit látsz, adjunk hozzá egy újat. Nekünk a régi routeren nem kellett nevet adni. Itt most fogok neki megpróbálom most egy Minecraftot adni, legyen meg, csak hogy stílusos legyen. És itt ki tudom választani saját magamat, de ha valaki ilyet nem tud, akkor csak szépen beírja azt az IP-t, amit az IPv4 adressznél talál, ugyanannál, ahol megvan az a default gateway. Szóval, szépen beírod, és itt jön a lényeg. Itt kérdez, hogy TCP vagy UDP legyen, vagy mindkettő. És itt van a port tartomány. Na most, nagyon sok helyen nincs ilyen opció, hanem csak port tartományt lehet hozzáadni. És hát mi csak egy portot akarunk kinyitni, most a 2565-tel kapcsolatban. Úgyhogy akkor most így mi van? Hát ebben nagyon egyszerű a megoldás, hogy beírtuk a 2565 és 2565. Ilyen egyszerű. És hát most így fogom megcsinálni, csak hogy na az jól került. Így, és alkalmazod. Oké, most hozzáadom a bedrockot is. Ami hát igen. Ezt nem nagyon lehet jól bemásolni, ahogy látom. Na mindegy, ez. Oké, szóval. Lényegében így megvagyunk, és ilyen egyszerű. És akkor ezt alkalmazzátok, vagy mentétek, vagy nem tudom, mi van itt. És lényegében ennyi. Na most, és hát most, hogy hozzáadtuk, ezzel vége is ennek a videónak. Úgyhogy, hello!